Szevasztok, Szilutoló vagyok a Lootmastersztól, ez pedig ismételten a Raid Shadow Legends. Itt van nekünk megérkezett, nem más, mint Deathknight, vagyis Arthasnak a fattyai, ja ez nem is az a játék. Szóval minden esetre itt van nekünk Deathknight, a fekete lovon száguldozó hős, ez nem is az a játék, hanem ez a Raid Shadow Legends, ahol Deathknight Ultimate verzióban jelent meg nekünk. És minek utána elfelejtettem ebből a screenből kilépni, első kézből tapasztalhatjátok meg, hogyan működött a Spider 20 próba folyamán. Tehát mit tudunk ebből kisütni? Először is azt, hogy egy 5 csillagos crit damage Demon Spawnnak jó van, jó olyan. Tehát láthatjátok a kompozíciót, amivel neki mentem. Ultimate Deathknight nem damage-ölt valami veszedelmeset, Geomancer ugyebár az HP burn-nel, Cold Heart a max enemy HP skilljével lényegileg utolérhetetlenek, tehát 4-4 milliót damage-öltek, ellenben a két support karakteremnél sokkal szebben damage-ölt. És ami érdekes, hogy Whitehear ugyebár a játék egyik legjobb healerje jelen pillanatban, mégis jobban healelt Ultimate Deathknight, mint ő, és 216 ezer damage-et tankolt be, ami valami elképesztő mennyiség, tehát mindjárt rá is megyünk itt a lényegre. Ultimate Deathknight az Ultimate tank jelen pillanatban én nekem. Majd mindjárt megnézzük, hogy ez hogy is működik másik helyeken. Annyit minden esetre előzőlegesbe, hogy a nagy átlagot követően én is Regeneration Gearbe pakoltam a csávókát, tehát körülbelül 48 000-es powerrel meg lehet nézni a statjait. Tehát 48 000 élet, 4000 fölé vittem a defense-ét, 200 fölé a speed-et, crit rate, crit damage egy kicsit alacsony, igen, de hát valamit be kellett áldozni a többi statnak az oltárán. A crit rate-et mindenképpen 100 fölött kell tartani, némi resistet pakoltam rá, és masszív mennyiségű Accuracy-t, hogy a felsőbb szintű dungeonökben is érdemben tudjon operálni. Tehát nézzük át gyorsan a skilljeit. A1 ilyen 30% eséllyel provokál, ez az esély 55%-ra növekszik a legendári hősök ellen, ez fölbuffolható 20%-kal, tehát 30 és 75%-ra. Kikönyvezve egyelőre még nincsen, mert hát nem vagyok én Krőzus, se Soros György, se senki. Én se nem rajzolom a pénzt. Második skillje az A2 egy AOE, ami 80%-os eséllyel pakol nagyobb fajta decrease attackot az ellenfelekre két körre, illetve 80% eséllyel fear-t is dob, tehát félelmet is dob a legendás hősök ellen. Ez természetesen megint kikönyvelhető 100, illetve 100%-ra, és a 4 kör is lehozható 3 körre. Az A3-as skillje nem okoz sebzést, ellenben pajzsot és folyamatos gyógyítást biztosít minden csapattársra. A pajzs mértéke pedig a hős védelmének, tehát a hős összvédelmének, tehát ennek a jelen pillanatban 4173-nak a 2,5-szerese, ami hát most megközelítőleg egy olyan 10 000-es pajzsot biztosít mindenkinek az életére, amivel ez esetben akkor lesz neki mondjuk a 48 000, 58 000-es poolja lesz, amiből tud operálni. A passzív skilljei Too Awesome to Die,
Tehát ez a passzív képessége teszi nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó hőssé. Ez azt csinálja, hogyha egy szövetséges csapattársunkat megütik, single target, tehát single hit targettel, tehát hogy egy személyes csapással, akkor ő a 100%-ban magára veszi. Tehát ő azt blokkolja, decreasing incoming damage to zero, és lenullázza. Aztán fogja ezt a damage-et, amit a csapattársnak kellett volna bekapnia, és magára húzza. This champion will receive that damage instead, tehát ha valakibe beledamage-elnek 100-at, akkor az a valaki nem kap 0 damage-et, ellenben ő megkapja mind a 100-at. Ez 50%-ra lecsökken, hogyha bossokról van szó, és nem működik AOE, tehát területi sebzések ellen. Akármikor az ellenfél gyógyul, bármitől, bármelyik ellenfél, ha gyógyul, ő annak a gyógyulását 20%-ban megkapja. Ez a skill, ez valami betegnek mutatkozott meg a pókban, azért láthattátok, hogy van 200-valahány ezreket betankolt, mert az apró pókok akár kitütöttek, azok mind single hit skillek, tehát mind egyesével mocorogtak a pókok, és úgy azt az összeset benyelte. Illetve a másik passzívja, hogy ahogy halnak a csapattársai, tehát minden halott csapattárs után 10%-kal nyúl az életereje, a védelme és a sebessége. Ezen túl egy nagyon-nagyon markáns kis 30%-os defense aurával rendelkezik minden csatára, ami alapjáraton se nem kevés. Masterik tekintetében én az offense és support vonalon mentem végig. Ezen a ponton kell megjegyeznem, hogy ez az egész még mind kísérleti fázis alatt van, tehát ez még a jövőben messze-messze menőleg módosulhat. Most, hogy ezzel így mögvogymuk, nézzünk meg talán, tehát a pókban a teljesítményét láthattátok, ha más nem a vége cuccost, nézzük meg, hogy hogyan operál mondjuk a sárkányban. Fireknight-ban nem érdemes vinni, mert egyszerűen a skillsetje olyan, hogy nem tudja előre vinni a csapatot, nem nagyon, nagyon lassú, hogy úgy fogalmazzak. Hiába 200 valahány a sebessége, nem úgy értem, hogy lassú, hanem egyetőt, itt nem is üt, tehát nem igazán tud hozzájárulni ahhoz, hogy levigye a Fireknight-nak a shieldjét. Természetesen, ha el tudtok jutni arra a pontra, hogy leszeditek a shieldet a Fireknight-ról, és aztán turnmeter manipulációval azt folyamatosan lenn is tudjátok tartani, nos akkor áldásom rá, akkor sisak le hadd szóljon, de akkor sincsen semmi értelme, mert akkor viszont nincs mit tankolnia, mert a boss nem kerül szóhoz, vagyis nem jut szóhoz. Úgyhogy megint nem fontos a jelenléte. Ezért mondom, hogy nézzünk meg talán egy sárkányt. Nézzünk meg egy 20-as sárkányt, úgyis majdnem mindenki azt üti állandóan. Nézzünk meg egy 20-as sárkányt. Azt mondja, hogy ő kerül leadbe, tehát a 33-as defense-es aurája miatt, vagyis 30%-os defense-es aurája miatt, support, damage. Tehát akkor nézzük, hogy ebből mit tudunk kialakítani, hogyan fog szuperálni a tankolása. Hát jó, egyelőre az ellenfél csapata még nem igazán tudott szóhoz jutni. Meglássuk, hogy ez meg fog-e változni. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy nagyon. Tehát itten ők ütést nem igazán fognak bevinni, mert Ninja és Dracomorph egyszerűen letakarítsa őket a színpadról. Talán a második rundóban esetleg valaki tud majd valamit csinálni. Nézzük csak, tehát kimegy a patkány ugyebár,
lemegy a fagyasztás, lemegy a Weekend Decrease Defense, lemegy a stun, lemegy a provokálás, és lényegileg megint sehol senki nincsen. Na, most lehetett látni, ahogy Vogotot ütötték, és mégis őneki ment a sebzés. Tehát erre utaltam, amikor mondtam, hogy tankol, mint a minkű. Tehát megint Vogotot ütötték, és mégis őneki ment a pajzsáról le a sebzés. Nézzük, hogy a sárkány mit fog tudni csinálni, valószínűleg nem sokat, mert iszonyat OP a csapat. És amúgy is AOE-val fog támadni, amire viszont nem jó. Nem jó az ő beállítása. Igen, tipikus. Minden esetre az alapkoncepciót láttátok. Tehát akárkit is ütnek, ő lesz az, aki begyűjti az adott sebzést. Esetlegesen mutatok majd egy alacsonyabb szintű Spider-t, hogy ne kelljen itten hosszú-hosszú perceken át bámulni, ahogy szenvednek a pókkal. Megvallom őszintén, nekem a póka mumusom, tehát soha az életben nem tudtam fejben összerakni olyan brigádot, akivel érdemben is gyorsan tudnék haladni 20 pluszos szinteken. De majd most egy 10-valahányos szintűn szépen megnézzük, hogy ez hogy is néz ki, amikor a pókok mindenkit elkezdenek ütni, és mégis semmi értelme nincsen. Kék, öt, csillagos, köszönjük a jelenlétet, nem tartunk rá igényt. Tehát itt is lehet látni, hogy majdnem ugyanakkorát gyógyított, mint Skull. A védelme lényegileg miniszkuális, mert nem volt rá szükség, úgyhogy menjünk is talántán vissza a pókhoz. Pók 20-ast láttátok, fogjunk valami alacsonyabb szintűt. Legyen mondjuk rá, hogy már akkor maradjunk stílusban, legyen a 15-ös, csak a mihez tartás kedvéért. Tehát ugyanezzel a fölállással, amivel mentünk, próbáljuk meg most akkor ezt. Itt most neutrális affinitások vannak, illetve lilák, úgyhogy erre most én is kíváncsi vagyok, hogy vajon kikre fognak menni a pókok. Kit fognak mindenára megpróbálni a pókok egyenként. Készüljetek föl rá, hogy Deathcrike-nak igen-igen komoly mennyiségű poison debuffja lesz, ha egyáltalán itt most eljutunk addig, hogy abból valamit lássunk is. Mert hogy ez semmiképpen nem lesz egy rövid ütközet megint, mivel Krisknek kiment a provókia, tehát ezért a kispókok őt fogják ütni, ha kell, ha nem. Ellenben mindenképpen DK fogja megkapni a poison debuffokat, ami valójában nem probléma, mert van itt mellette egy jó healer Whiteir személyében. Illetve hát ugyebár leechek is kimentek néhány számban, amitől ő tudja magát nem kis mértékben gyógyítani. Igen, begyógyult a pók. Elég sajnálatos dolog, hogy a pók immunis a heal reduction dolgokra. Tehát lássátok, mit csinálnak a pókok? Ütik Cold Heartot, és mégis azzal, hogy Cold Heartot ütik, mégis DK-nak jönnek be a debuffok. Ami a 20-as pókban bizony volt olyan pillanat, hogy a 10 debuff lehetőségből mind a 10 tele volt poisonnel, itt most egyelőre kettő fölé nem ment,
de minél magasabb, mondom, minél magasabb szintre viszitek, annál meredekebb és meredekebb a benyelt poison mennyiség. Azért volt, hogy olyan őrült mennyiséget tankolt, mert elképesztő mi poison volt rajta. Tehát az 5-6 perc alatt, ameddig tartott, ha ő nem tankolt be hát legalább 50 poison-t, akkor egyet se. No, hát akkor nagy vonalakban ennyit voltunk. Még egy-két csapás és fekszik a pók. Bang. Jó, 5 csillagos kék, köszönjük, nem tartunk rá igényt. Szóval, a tankolás mennyisége itt gyönyörű szépen látszik. Tehát ezek, amik itt láthatók, ezek ugyebár az AOE sebzésekből jöttek be, de az egyenkénti sebzések teljes mennyiségét ő megfogta magában. És a healing mennyisége is, a saját magát, amit healelt, is sokkal jobb, mint amit, nem sokkal jobb, de valamennyivel jobb, mint amit a játék egyik legjobb healerje, Whitey, képes volt healelni. A damage score az természetesen ismét Geomanceré. Coldheartnak a gyöngébb damage-e az a szintből fakad, tehát Coldheart, amikor bejött a játékba, akkor a dungeon-ök még csak 20-as szintig voltak kifejlesztve, úgyhogy ő 20-as szintre van optimalizálva, mármint hogy a játék kódjában, illetve 20-as szint fölött le van korlátozva 10%-ra a damage-e, tehát az ő Heartseeker ability-e hiába damage-elne akkorát, hogy leszedné a bossnak 35-40%-át, játék kódilag le van korlátozva 10%-ra, tehát hogyha a bossnak van 60 millió élete, teszem azt, 25-ös szinten, akkor ő akármit is csinál, egy Heartseekerrel maximum 6 millió életet képes leszedni, hiába lenne az ability képes arra, hogy leszedjen 20 milliót is, le van korlátozva, többet nem lehet. Tehát ez vonatkozik lényegileg az összes Max Enemy HP karakterre, hogy eleinte ez nem olyan számottevő, de ahogy eljutsz arra a pontra, hogy a dungeon-öket 20-as szinten tudod takarítani, akkor csillog lényegileg Coldheart, illetve az összes többi Max Enemy HP-s karakter a legszebben, de most nem őről van szó, hanem Ultimate Deathknight-ról. Nagy vonalakban el is mondtam róla mindent, esetlegesen még pár szó az alternatívákról. Tehát igen, én nekem Regeneration setben van. A nagyobb content creatoreknél, Ashnél, Hellhadesnál lehet látni különböző alternatív megoldásokat. Tehát volt olyan, hogy valaki bepakolt a Toxic setbe, tehát hogy 75%-kal dobjon ki kis poisonöket, azt is meg lehet oldani. Láttam olyant, hogy valaki Relentless setbe rakta, azt is meg lehet oldani. Minél többször kerül sorra, annál több pajzs, annál gyorsabban provokál, annál többször provokál, az is egy abszolút valid megoldás, sőt akár még Savage Setet is, kinyi is láttam Savage Setet, meg nem mondom, valamelyik content creator még a Savage Setet is kipróbálta vele, az se hülyeség, tehát primárisan nem damage dealer Ultimate Deathknight, hanem tank, de ha megvan a hozzá megfelelő gíred, akkor miért ne? Akkor utóvégre miért ne, azon kívül, hogy tankol, még némi, hát szolid damage-et ki is tud hozni, utóvégre ignorálja az ellenfél. Az ellenfél védelmének egy jelentős százalékát.
Az accesszoárok között természetesen defense-es gyűrűt alkalmaztam, crit damage-es amulettet, mert miért ne, és a szokásos accuracy-s bannert, mert az accuracy-ra mindig szükség van. A cipő természetesen speed, a kesztyű természetesen crit rate, ha a crit rate-et ki tudod máshonnan hozni, használhatsz crit damage-es kesztyűt is. Én még azért ott a gírjeimmel nem tartok, Melvértre pedig további accuracy, mert abból sose elég, ugyebár. Jó, nagy vonalakban akkor itt tartunk. Még van a mai nap hátra a Clan vs Clanból. Mink egyenlőre vezetünk. Mindenkinek, aki klánban van és aktívan részt vesz a klán csatában, további sok szerencsét kívángatok. Azt az egy dolgot nem elfelejteni, hogy amikor vége lesz a Clan vs Clannak pénteken, ami 1-2, ami szeptember 2-a lesz, kétszeres Ancient Shard event várható, tehát meg lesznek növelve az esélyek, lesz 1% és 16% és 83%. Tehát aki jót akar nyitni, vagy akar akármit, valamit egyáltalán nyitni, az péntektől kezdve a hétvégén át nyithassa. Aki valami épeszűt nyit, az bátran ossza meg velünk itt a kommentmezőben, vagy a Discord szerverünkön is, természetesen Discord szerver linkje a leírásban megtalálható. Jól van, fiúk, lányok és egyéb váltónemű Lootmasters rajongók, ennyi voltunk akkor mára. Én még mindig Széltoló vagyok, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!